A kecske és a farkasok. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kecske. Ez a kecske egy szép napon hazafelé ballagott a piacról kosarában sok-sok káposztával. Amikor találkozott két farkassal, az egyik farkas Bertalannak, a másikat Flóriánnak hívta. Amikor meglátták a kecskét, így szólt Flórián. Nézd csak, milyen aranyos kecske, együk meg! Bertalan így válaszolt. Jó, együk meg! Fel is falták rögvest szegény kecskét. Miután jól belakmároztak, Flóriánnak ismét támadt egy ötlete. Te, Bertalan, tudod mit? Együk meg ezt a sok szép káposztát is. Bertalan erre így válaszolt. Hülye vagy, kecskére káposztát? Az igazmondó juhász. Egyszer volt, hol nem volt? Volt egyszer egy igazmondó juhász. Ez a juhász legény arról volt híres, hogy mindig igazat mondott. Hírét vette a király, hogy lakik a birodalmában egy igazmondó juhász legény, aki mindig igazat mond. Azonnal megparancsolta, hogy hozzák elé az igazmondó juhászt. Mikor a legény megjelent a színe előtt, a király így szólt. Igaz, fiam, hogy te mindig igazat mondasz? Igaz, válaszolta a fiú. Hány éves vagy? Kérdezte a király. Igaz, mondta ismét a fiú. Ez váratlanul érte a királyt, kissé elgondolkodott, ám kisvártatva megint feltett egy kérdést. Hová valósi vagy? Igaz, vágta rá kapásból az igazmondó juhász. Te tényleg igazmondó juhász vagy? Mondta a király. Maradj itt a palotában, minisztert csinálok belőled. Azzal megtette igazságügyminiszternek. A török és a tehenek. Volt egy török, Mehemed, sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemed, milyenek a tehenek. Éppen ezért Mehemed megfejte az egeret. A szegény legény. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény legény. Ma viszont egyre több. Remélem ébren vagytok még, kedves gyerekek. A következő mese címe Szegény Johnny és Pálinka. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy vadnyug. Jaj, de vicces! Egy szép napon így szólt a király. Mivel a feleségem a királyné évek óta szomorú, ezért tudja meg országvilág, hogy aki megnevetteti, annak nekiadom az egyszemlágyunk kezét, és a feleségemét is. Azonban tudnia kell mindenkinek, aki megpróbálja, hogy ha nem sikerül a királynét megnevettetnie, akkor is nekiadom a lányom kezét, de a lány többi testrésze nélkül. Híre menthetett hét országban, hogy mit mondott a király. Grófok és hercegek jöttek százával a birodalmába, mert Shakira koncert volt a művelődési házban. A próbatételt viszont lese lejtezett hintókon is érkeztek. Mikor vége lett a koncertnek, néhány bátor herceg úgy döntött, hogy mégis megnevetteti a királynőt. Az első próbálkozó egy gróf volt, aki nagyon szeretett teniszezni. Így szólt a grófhoz a király. Hogy hívnak téged, te gróf? No? Steffi gróf. Válaszolta a fiú. Aztán tudod-e, hogy ha nem sikerül megnevettetned a feleségemet, akkor levágják a fejed? Kérdezte a király. Ja, azt nem tudtam. És elrohant. A király tüstént szólította a következő próbálkozót, de előtte még lecsapatta néhány derék alattvalója fejét. Egy herceg érkezett a színe elé. Hogy hívnak? Kérdezte gyanakvóan a király. Szabó Antal mosógép szerelő vagyok. Szexárdon élek, két gyermekem van. Na, aztán mi áradban errefelé? Tette fel a frappáns kérdést a király. Azért jöttem, hogy megnevettessem a királynét.
Hangzott el a meglepő válasz, majd a fiú a királyné felé fordult, és eképpen próbálta megnevettetni. Tudta-e, hogy a mosógép fűtőszála előbb tönkre megy, ha nem használ vízlágyítót? A királyné erre olyan arcot vágott, mintha Győzikét látta volna bemenni a könyvtárba, majd így szólt. Köszönöm, hogy ekkora utat tettél meg miattam. Hálám jeléül fogadd el tőlem ezt a kardot, amit a királytól kaptam. És hason szúrta. Az öreg király nagyon ideges volt, hogy már jó ideje nem tudják megnevettetni a feleségét, ezért 2x15 perc hosszabbítást rendelt el, de előtte még felakasztatott 3 embert, akik azért jöttek, hogy felköszöntsék őt a születésnapján. Ekkor egy lovag lépett a terembe. A király a fogadó irodák papírformájának megfelelően a következő kérdést intézte a lovaghoz. Hogy hívnak, fiam? A lovag, mintha nem is hallotta volna a kérdést, szótlanul állt. Nagy lett a zúgolódás, hiszen mindenki tudta, hogy a király újra fel fogja tenni a kérdést. Hogy hívnak, fiam? Hangzott el újra a nem túl ritka mondat a király szájából, de továbbra sem derül ki, hogy a lovagnak van-e szájszaga. Nagyon mérges lett a király, de mivel szerette alattvalóit, nem tette fel újra a kérdést, hanem így szólt. Bátorságról tettél tanúbizonyságot, ezért nem vágom le a fejed. Azzal kilökte az ablakon. Hamar híre ment hetet hét országban, hogy a híres lovag, aki legyőzte a hétfejű sárkányt, aki elpusztított több száz boszorkányt, aki mindig üldözte a gonoszt és védte az elesetteket, és aki csak németül beszélt, meghalt. A király azon töprengett, hogy van-e a birodalmában olyan alattvaló, akinek még a nyakán van a feje, amikor egy szegény legény lépett a színe elé. Sokan fellélegeztek a palotában, amikor a király váratlanul a következő kérdést intézte a fiúhoz. Mi járatban vagy errefelé, te legény? Uram, királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, de meg sem kérdezett, hogy hogy hívnak. A fiú válasza után jócskán megnövekedett az öngyilkosságok száma a palotában. Ettől a pillanattól kezdve a király úgy nézett a fiúra, mintha a saját gyermekét látná benne, majd így szólt. Hogy hívnak, fiam? A nevem Pál, Kalap Pál. Aztán mi járatban errefelé, te legény? Halló járatban. Szóval te is azért jöttél, hogy mosolcsalj a királyné ajkaira? Én biza azért. Nosza, próbáld meg, de ne feledd, hogy a testmagasságot bánja, ha nem sikerül. Ekkor a fiú a királynéhoz lépett, és így suttogott a fülébe. Na anyukám, 2 választásod van. Elkezdesz röhögni, vagy elárulom a királynak, hogy mi a furcsa abban, hogy egy 5 éves hadjáratból hazatérve a felesége egy 2 éves kislányt tart a karjaiban. A királyné elgondolkodott, majd érezve, hogy csak egy választása van, úgy elkezdett kacagni, hogy a király kénytelen volt újabb versenyt kiirdetni a felesége elszomorítására. A szegény legény pedig megkapta jól megérdemelt jutalmát. 7 nap és 7 éjszaka tartott a mulatság a felnégyelését követően. Hát eddig tartott a mese, gyerekek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, és reggel ne felejtsétek el, hogy a lábatokkal lépjetek ki az ágyból.